Születésének 90. évfordulója alkalmából Herceg Géza szobrot avattak Nagykaposon. A város szülötte, díszpolgára, magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Korán 2 éves korában az élet elsodorta az ungvidéki kisvárosból, azt mégis mindig az igazi otthonának tekintette. A szobor leleplezésénél jelen volt Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is. Herceg Géza ugyanis az államfő feleségének édesapja volt. A felvidéki Nagykapos parkjának sétányán kapott helyet Herceg Géza bronzmellszobra. Rigel Tibor Kossuth Díjas szobrászművész alkotását a helyi magyar közösség a Herceg családdal együtt leplezte le. Durai Miklós, szlovákiai magyar politikus, közíró ünnepi beszédében Herceg Géza életútját, munkásságát, jellemét méltatta. Felül tudott emelkedni a különböző tudományos előítéleteken és rögeszméken, és úgy vált független gondolkodó, vagy úgy volt független gondolkodó, ugyanakkor mélységesen elkötelezett is volt. Herceg Géza a Magyar Alkotmánybíróság alelnöke, később a Hágai Nemzetközi Bíróság tagja volt. Életében Bethlen Gábor díjjal tüntették ki, halála után megkapta a Magyar Örökség díját. A helyi magyar közösség úgy érzi, a szoborral Herceg Géza hazaérkezett. Nem csak az ungvidéki, hanem az egyetemes magyar-kárpát-medencei magyarság számára is egy nagyon fontos jogtudósról van szó, de természetesen, mint a Nagykapos szülöttét, az embert tiszteljük benne, aki szerény polgári értékrendje szerint nemzeti értékeket őrizve és szelíd hajthatatlanságával segítette szülőföldjének a boldogulását. Az ünnepségen a leleplezett és megáldott szobornál koszorút helyezett el felesége Herceg Melinda, fia Károly, lánya Herceg Anita és veje Áder János köztársasági elnök. Fia szerint édesapja szívében örökre nagykaposi maradt. Ez jelentette számára mindig a legbiztosabb pontot, a családi kötődés, tehát neki jóval több volt ez a vidék, mint az a pusztán 2 év, amit itt töltött kisgyereket. Az egykori nagykaposi járásbíró, Herceg Géza édesapja nevét viselő alapítvány a határon túli magyarok, ezen belül is az ungvidék és a Bodrogköz tehetséges fiataljainak támogatását tűzte ki céljául.